A rendkívüli parlamenti választásokat az államfő írja ki a kormány javaslatára. Az erről szóló határozat is a szavazás között legalább 45 és legfeljebb 60 nap telhet el. A többpártrendszer bevezetése óta Szerbia 10-szer választott országos parlamentet, 7-szer rendkívüli, 3-szor pedig rendes voksolást tartottak. A szerb haladópárt tagjai úgy vélik, Alekszandar Vučić népszerűsége miatt az általános választások, vajdasági és önkormányzati szinten is a szerbiai parlamenti választások eredményét hoznák. A szerb kormányfő, aki az SHP vezetője is, szerdán azt nyilatkozta, gondolkodnak az előrehozott választásokról, de a végső döntés még nem született meg. Szerinte a Demokrata Párt és a Szandzsáki Demokratikus Akciópárt vezetője nagyon örülnének a választásoknak. Ha ja vidim, da su se gospoda Pajtić, izvinite, vidim, da su se gospoda Pajtić i Ugljanin veoma obradovali izborima, nije odluka nikakva doneta, ali moguće da im ta želja bude i uslišena. Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke és a Demokrata Párt vezetője üdvözölte a döntést. Szerinte a szerb haladó párt meg fog lepődni, amennyiben előrehozott voksolásokra kerül sor. A DP első embere szerint, ha kiírják a választásokat és a kormány lemond, az azon kevés jó döntések egyike, amelyeket a hatalom hozott. Pajtić szerint, ha voksolás lesz, egyértelművé válik az, hogy a kormány nem végzi megfelelően a munkáját. Bojan Kostres, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnökhelyettese kijelentette, nem látja észszerű magyarázatát annak, hogy kiírják a választásokat, azonban ha ez megtörténik, mindenképpen egy időben kellene tartani a tartományi és az önkormányzati választásokkal. Ezzel jelentős anyagi megtakarítást lehet elérni, másrészt pedig logikus lépés lenne, véli Kostres. Csedomir Jovanović szerint, ha választásokról van szó, nem az a lényeg, hogy ki kivel van, hanem az, hogy milyen feladatokat kell elvégezni. A Liberális Demokrata Párt elnöke hozzátette, erről már a voksolások előtt egyeztetniük kell a koalícióknak. A Szerbiai Demokrata Párt illetékese szerint az ellenzék mindig örül a választásoknak, azonban most ez azért is fontos, mert az ország kormánya Európa felé fordul, ez pedig Szerbia nemzeti és gazdasági érdekeit veszélyezteti. A szerb radikális párt úgy véli, kitűnő ötlet, ha a választásokat egyszerre tartják. Az SRP az illetékesei szerint készen áll a megmérettetésre.